A népességszám változásának főbb országos adatait mutatja ez az ábra. Jelenleg 9,6 millióan élnek hazánkban, és ahogyan az látszik, 334 ezerrel élnek kevesebben, mint a 2011-es legutóbbi népszámlálás alkalmával. Ez pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei adatsor, itt 5,3%-os népességfogyást regisztráltak, ez ugyanakkor kedvezőnek mondható a keleti ország részben. Jelentősen kisebb ugyanis ez az arány, mint például Borsod-Abaúj, Békés, Heves vagy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben. Egy 530 ezres népességről beszélünk, a legfrissebb népszámlálás eredménye alapján. A vármegyében 530 ezren élnek, továbbra is a harmadik legnagyobb lélekszámú vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest és Borsod-Abaúj Zemplén után. És ha a megelőző népszámláláshoz képest 30 ezerrel csökkent a népesség, ami egy 5%-os népességfogyást jelent a vármegyére vonatkozóan, ami ugye, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a keleti ország részben a népességnek a létszáma az nagyobb mértékben nőtt, mint az országos átlag, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy mérsékelt fogyásnak tekinthető, sokkal mérsékeltebb, mint Borsod-Abaúj Zempléni volt, és inkább Hajdú-Biharral hasonló. Kovács Marcell hozzátette, a vármegye kedvező korszerkezettel rendelkezik, sok gyermek születik és nagy a középkorúak aránya is. Ez tehát azt mutatja, hogy a népességfogyást elsősorban a jelentősebb elvándorlás okozza. Az utóbbi években egyébként az is jellemző volt, hogy a nagyvárosokból előszeretettel költöztek ki az agglomerációba az állampolgárok. Ez az országosnak mondható tendencia azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére sokkal kevésbé jellemző. A vármegye székhelyeknek a lakossága az jobban csökkent, és az agglomeráció ott pedig inkább növekedést lehetett megfigyelni. Ez kevésbé igaz Szabolcs-Szatmár-Beregre és Nyíregyházára, viszont Nyíregyházán az látszik, hogy az agglomeráció kevésbé erősödött meg, az is inkább egy fogyó tendenciát mutat a lakosság száma, de önmagában Nyíregyháza népessége kevésbé csökkent, mint egyébként a vármegye székhelyek országosan is, különösen ugye a keleti ország részben, tehát egy stabilabb lélekszámról beszélünk Nyíregyháza tekintetében. A Nyíregyházán tapasztalt népességszám változások egyébként leginkább Kecskeméttel vonhatóak párhuzamba, tette hozzá a főosztályvezető. Itt is az jellemző ugyanakkor, hogy a csökkenés elsősorban az elvándorlásnak köszönhető. Az adatok szerint ugyanis a szabolcsi jóval fiatalabb korszerkezetű város, mint Bács-Kiskun vármegye székhelye.